Az orvosi hivatás az önzetlen segítésről, szolidaritásról, empátiáról szól, de a betegnek joga van az igazsághoz. Ugyanis az érintett számára rendkívül fontos, hogy bízzon az orvosában. Az egészség megóvásához kiemelt fontosságúak a szűrővizsgálatok, amit csak akkor vesz javarészt igénybe a páciens, ha azt az általa tisztelt orvos ajánlja. Vagyis nem csak az egészség visszaszerzésében, hanem a megóvásban, megőrzésben is kiemelt szerepük van a hiteles orvosoknak. Épp ezért kiemelt szerepet szánt ennek a kérdésnek is a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége, azaz a MOTESZ az Egészség 10 parancsolata programjában. Köszöntöm a stúdióban Antoria István gasztroenterológus professzorat, a MOTESZ elnökét. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, én is jó estét kívánok. Én azt gondolom, hogy ez egy kardinális kérdés. Amikor az embernek terheltsége van, azaz az egészsége nincs rendben, nem egész épp az élete, és orvoshoz kell fordulni, nagyon sokan szemérmesen indulnak el, nagyon sokan félve indulnak el, hiszen nem tudja, mi van vele, tehát az ismeretlentől való félelem. És ha el is indul a kezelés, hát egyetlen egy, ha csak nem lelki ember, akkor már a Jóistenben is bízik, de az orvosában bízik, és odaszánja, odaadja, hogy javítsa meg azt, ami elromlott. De milyen jó lenne, hogyha ez a kapcsolat nem csak ekkor válna fontossá az ember számára, hanem akkor is, amikor arról van szó, hogy vigyázni kéne arra, ami adottságként, adományként megvan az embernek, azaz az egészségre. Igen, az egészségünk az az élet egy jelentős részében természetesen van velünk, de ugye ahogy erről szó volt, vigyázni kell rá, tudatosan kell nevelni magunkat, vagy már fiatal kortól törekedni arra, hogy egészségesen éljünk. Ugyanakkor azonban bizonyos koron túl elengedhetetlenül fontos az, hogy az ember rendszeresen ellenőrizze az egészségi állapotát. Most ehhez természetesen egy megfelelő orvos-beteg kapcsolat hozzátartozik. Nem csak akkor kell orvoshoz fordulnunk, amikor már komoly baj van, hanem ugye a komoly bajok egy része is úgy előzhető meg, vagy javítható jobban, ha korán veszük észre, hogy valamilyen dolog kisiklott. És ehhez kell a megfelelő orvos-beteg kapcsolat, vagy beteg-orvos kapcsolat. Na most ez alapvetően ugye akkor működik a társadalmak zömében jól, hogyha van egy jól működő házi orvosi rendszer, aki ismeri a pácienst, és rendszeresen kapcsolatba kerül vele, és egy bizonyos koron túl igényli is azt, hogy a páciens jöjjön, és megtörténjenek azok a fajta ellenőrző vizsgálatok. Úgyhogy ez a téma nagyon fontos, és az egészség 10 parancsolatának a lezárásaként fontosnak tartottuk, hogy erről is készüljön egy kis klip. Az egy más kérdés, hogy aztán a szerkesztőség ezt a feladatot, ezt tulajdonképpen rám testálta, hogy én legyek szíves erről gondolatokat megfogalmazni. És akkor meg is nézzük, hogy ez hogy sikerült. Jöjjön, aranyos úr! Parancsoljon, foglaljon helyet. Hogy van? Köszönöm szépen, most már jobban érzem magam. Az orvos hivatás az tulajdonképpen a önzetlen segítségről, a beteggel, a rászorul emberrel szembeni szolidaritásról szól. Vigyázzon magára, azért a diéta változat fontos. Miután a leletei jók, így pillanatnyilag sürgető akcióra nincsen szükség. Az fontos egy betegnek, hogy maximálisan megbízzon az orvosába, és minden, ami szükséges, ennek alárendelje magát a kezelésekben, hozzáállásban, mindenben. A beteg segítségre szorul, tájékoztatást, információt kér, és nagyon gyakran kicsit kiszolgáltatott helyzetben is van. Ezért az orvosnak nagyon fontos, hogy túl azon, hogy felderíti, mi a baj, megpróbál az egyensúly helyreállításában, az egészség helyreállításában segíteni, meg kell nyugtatni a beteget, biztatni kell tudni a beteget, reményt kell tudni adni, és időnként vigasztalni is kell. Egy orvos legyen segítőkész, figyelmes, őszinte a betegséggel kapcsolatban, tudjon segíteni a mindennapokban, hogy hogyan tudjak gyógyulni. Az igazságot időnként nagyon sok tapintattal és némi művészettel kell a beteggel megosztanunk. De a betegnek joga van arra, hogy az igazsággal szembesüljön.
betegtársadalomnak is vannak feladatai és felelőssége a saját egészségével kapcsolatban. Tehát törekedni kell arra, hogy az egészségét óvja. És nagyon fontos, hogy a szűrésekre eljárjon a páciens, mert így lehet egy csomó mindent megelőzni. Ahhoz, hogy az ember jól gyógyíthasson, ahhoz azért fontos a jó munkai légkör. A felszereltségnek, a felkészültségnek, a rendnek és a tisztaságnak meg kell lennie, és ez lehetőleg ne hiányozzon. A szubjektív paraméterek vagy pillérek közül pedig nagyon fontos a türelem, a tolerancia, az udvarjasság és az önfegyelem. Abban, ahogy én a gyógyításhoz hozzáállok, abban nyilván benne van az is, hogy mit láttam édesapámtól annak idején. Én a negyedik generáció vagyok a pályán, nagyapámat már nem ismertem, de édesapám gyógyítási aktivitását, amelyik nagyon sok szempontból legendás volt a Szegedi Egyetemen, illetve időnként nyáron Erdélyben, amikor hazamentünk nagymamához, és amikor ott még nem volt orvos, akkor az Orsika tanítónénnek a vejét úgy várták, mint a mesiást, aki egy koffer gyógyszerrel érkezett nyaralási időre, és amíg mi 3 hétig nyaraltunk kis kölykök, és rohangáltunk fel alá ott a dombok között, addig édesapám gyógyította a falut. A munkai stressznek a levezetésére az egyik legjobb megoldás a muzsikálás, a zene. És én, hogyha hazajövök, akkor előszeretettel ülök le a zongorához, és akkor azzal rendkívül jól kimossa az ember a agyából a felesleges stresszt és feszültséget. De valamikor régebben nyilván komoly zenét is többet játszottam, most azért már ez inkább kicsit könnyebb műfaj szokott lenni, mert ahhoz ugye nem kell semmi más, csak az embernek a füle, meg a memóriája, és akkor jöhetnek a szebbnél szebb melódiák. Hát professzor, először is engedje meg, hogy gratuláljak. Gratuláljak nem csak az, nem az zenélésre gondolok, ahhoz is, hanem egyáltalán az, hogy egy 10 parancsolatot a MOTESZ fontosnak tartott összeállítani, és hogy abban külön kiemelt szerepet kapott az, ami valóban a legnagyobb feszültséget okozza az emberben, amikor paciensként oda megy. És hadd mondjam azt, hogy amikor professzor úrral paciensként találkozik az ember, az pont ugyanilyen tud lenni. Ugyanilyen nagyon jó hangulatú beszélgetés, és az ember észre se veszi, hogy orvosnál van, hanem teljes hiteles tekintettel találja magát szemben. És az, hogy vigasztalan is tud hozzászólni, hogy ezt azt hiszem nagyon sokak nevében itt most nyilvánosan is megköszönhetem. De valóban fontos. Én is úgy gondolom, és azt meg is fogalmaztam, ugye, hogy az empátia, és ami szintén elhangzott, ugye a betegnek vagy a páciensnek joga van az igazsághoz, de egyáltalán nem mindegy, hogy ezt az igazságot milyen módon közöljük vele. Időnként nagyon kemény dolgokat kell megosztani a beteggel. Például az onkológiai esetek egy része, a gyógyíthatatlan esetek egy része. De ott is nagyon fontos, hogy fogjuk a beteg kezét, és megpróbáljuk megőrizni benne a reményt, azt, hogy küzdünk, segítünk, együtt küzdünk, hogy vannak lehetőségek. Nagyon fontos, hogy az ember orvosként támasz is legyen. Ez egy nagyon-nagyon fontos feladat ugye a beteg-orvos kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy mondjam, nem lehet szeretet, meg megértésre törekvés, meg türelem nélkül valóban jó orvos az ember. Tehát valahol szeretni kell tudni azt az embert, aki ott van velünk szemben, vagy a pácienst. Ha türelmetlenek lennénk, ha ingerlékenyek vagyunk, ha csapdosunk akármi, akkor nem fogunk tudni gyógyítani sem úgy. Professzor, ezt a jövő generációjának, ezt a fajta mentalitást át lehet adni? Nehéz kérdés. Nehéz kérdés, messzire vinne, és arra nyilván nincs időnk. Sajnos a fiatalabb korosztálynál én mindenképpen ezt a példát képviseltem az elmúlt több mint 40 évben, és ameddig a gyógyítási aktivitásomat engedik, addig ezt fogom képviselni, és amikor vizsgáztatok, akkor is ez néha kijön, mert ugye most vizsgőidőszak van, és minden nap sok-sok diák átmegy a kezeink között. Egy picit az a gondom, hogy a fiatalabb generációknak a kötelesség tudatával van időnként probléma. Tehát hogy meddig tart, stb. Már is megyek. Tehát az a fajta hivatástudat, ami az orvosláshoz kell, ahhoz elengedhetetlen az, hogy én egy picit
tisztában legyek azzal, hogy a kötelességeim mellé kell még egy kis erkölcsi tartás, mellé kell még egy kis empátia, amikről beszélgettünk. Nem lehet ezt lecsupaszítani teljesen arra a feladatra, hogy van 34 percem még, hogy a munkaidőm lejár, és akkor utána azonnal eltűnök innen. Hát kívánom, hogy minél többen tudják követni ebben professzorat, minél több fiatal megérezze és megértse ennek a fontosságát. És még egyszer engedje meg, hogy megköszönjem ezt a sorozatot, ezt a 10 parancsolatot, és bízom abban, hogy a jövőben is izgalmasabbnál izgalmasabb kérdésekkel tudunk itt az Egészségklubban foglalkozni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és a Debrecen TV-nek azt, hogy az Egészség 10 parancsolatát az országban elsőként itt tudtuk a közönség elé hozni. Hát ez természetes. Köszönjük szépen. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!